Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, mint elmondták. Magyed vagyok. Hát igazából 19 éves vagyok. Most érettségiztem, és hát fel is vettek a Semmelweisre. Köszönöm szépen, ott dolgozok a porta mellett a büfében. Hát igen, most végeztem el a középiskolát. Nehéz szülés volt, mert hát igazából az osztályfőnököm egy gyökér. Nem akarom bántani, így hívják, Gyökér Imréné. Gyökér Imréné egyszer bejött az osztályba, én meg hátrafelé beszélgettem, és rám kiabálta, hogy Magyed, állj fel, és mondd el az utolsó két mondatom. Meg felálltam, és mondtam neki, Magyed, állj fel, és mondd el az utolsó két mondatom. De van az iskolában egy másik gyökér is, ő Gyökér Imre az igazgató. Hát és nálunk az volt a szokás, hogy amikor az igazgató bejön, akkor mindenki föláll. Én meg az első padban ültem, és nem tudtam, hogy ez a szokás. Bejött az igazgató, mindenki fölállt. Én ott ülök, rám néz az igazgató. Hát megjöttem. Meg ránéztem, mondom neki, hát látom. Hát a nevemmel szoktak problémák lenni. Nekem a becsületes nevem az Algarati Magyed. Ki tudnál ismételni? Anyám is itt ül, még ő is emelte fel a kezét. Hát szoktak ebből problémák lenni. Egyszer odajött hozzám egy ittes öreg úr, bemutatkozott, azt mondja, hogy jó illen megkívánja, én is bemutatkoztam neki. Algarati Magyed. Tessék! Mi vagy? Hát mondom, ez egy arab név, arab vagyok. Ne ba! Akkor te ilyen csuhás is vagy? Hát mondom, jaj, csak a turbánom éppen mosásban van. De hát mentünk tovább, folytatódott a beszélgetés, és most megkérdezném, hogy ki ismeri ezt a muzulmán vallást a Fittymás részen kívül. Jó, hát akik nem ismerik, azoknak mondanám el, hogy nem ihatunk alkoholt, nincs házasság előtt szex, és nincsen disznóhús. És hát mentünk be, és kérdezte, hogy mit iszol. Hát mondom, egy kólát. Buzis vagy, nem csak arab? Hát mondom, nem, csak ez a vallás. Jó, akkor mit eszel? Hát mondom, mit tudom, én válaszom már maga. Júci, két békönös hambi. Nem eszem disznóhúst. Júci, várja, baj van a külföldivel. Ha megint baj van a külföldivel. Leült az öreg úr, leültetett és föltette az este kérdését. De ti nem isztok alkoholt. Nem tudjátok, milyen az a jó pörkült. Akkor mi a jó ebben a vallásban? Hát mondom, mit tudom, én lehet egyszerűen négy feleségünk. Na kisfiam, mondjad csak, hogy lehet ide belépni? Másútt is voltak a nevemmel problémák. Múltkor például igazoltatott a rendőrbá, és kérdezte, hogy hát mikor születtél? 95-09-15. Hol? Pécsen. Mi a neve? Hát mondom, diktálom. Diktálja, maga hülyének néz. Hát mondom, nem. Algarati Magyar. Diktálja. Édesapám pedig arab, hát és ő eléggé töri a magyart. És átmentünk a piroson, megállított minket a rendőr. Tudja, hogy miért állítottam meg? Nem. Azért, mert átment a piroson. Én piros nem, sárga talán zöld, igen. Szokták tőlem kérdezni, hogy tudok-e arabul. Hát igazából tudok, de annyit tudok, amennyit édesapámtól hallok. Ez a nem adok több pénzt, nincsen. Ne fogdosd a tököt, ha pisilni kell. Meg a Koránból egy idézet. És az új kollégáimmal az öltözőben voltunk, és kérdeztek, hogy tudok-e arabul. Hát mondom, tudok, hát akkor mondjak valamit. Ugyanígy ingbe voltam, ha mondom, ne fogdosd a tököt, ha pisilni kell, azzal nem tudok villogni, úgyhogy a Korán idézetet elkezdtem, és el tudjuk képzelni, hogy gombolkozok ki. Allahu Akbar, Allah! Hárman elkezdtek távolni. Ne, könyörgöm, ne! De ez a sztereotípia, ez is azért alakul ki, mert ugye a média így mutatja be. Hát az elmondom, hogy miért van. Azért van, egy európai embert odaállítunk a kamera elé, mit mond? Cheese, lefotózzák. Na hát megmondjam arabul, hogy van cheese. Mahruf! Hogyha már szóba hoztam édesapámat, akkor édesanyámról szeretnék pár szót ejteni. Hát édesanyámnak szokása ez, hogy olyanokat vásárol, amiket én nem szeretek. Múltkor például felhív. Itt van egy póló, nagyon-nagyon vagány. Mondom, anya, de én nem akarok vagány lenni. De ez nagyon-nagyon menő. De én menő se akarok lenni. De ez olyan, amilyen te vagy. Hát mondom, jó, akkor hozz haza. Hazahozta egy sima fekete póló, aminek az elején kecske legel. Édesanyám másik attrakciója. Múltkor hazamegyek, édesanyám vár. Meglepetés! Ez azt jelenti, hogy vedd valami ilyesmit, amit te nem szeretnél. Mondom, mi az anya, mutasd. Egy doboz volt a kezébe, kinyitja.
Mondom, anya, én nem húzok szandát. Nem akarok Susan meghalni, nem húzok szandát. De legalább próbáld fel. Jó, fölpróbáltam. Mondom, anya, ez nekem nem tetszik. És zoknival? A stand-up comedy-nek egyik alappillére az, hogy bevonjuk a közönséget, úgyhogy ezzel meg is próbálkoznék. Itt például téged elől, mi a neved? Ivett. Szia, Ivett, akkor mindenki be van vonva. Egyébként bocsi, hogyha így a hajamat turom, meg az orromat piszkálom, meg ilyesmi. Szoktak ilyen kényszercselekvéseim lenni, igazából észre sem veszem, hogy mit csinálok ilyenkor a kezemmel. Tényleg nem veszem észre. A másik, amiről beszélni szerettem volna, hogy a húgom. Hát húgom egy nagyon félős kislány, múltkor mentem haza. Bekopogok. Ki az? Mondom, Majed. Az bárki mondhatja. Mondom, de hát nem ismered meg a hangom? Lehet akár felvétel is. Na jó, akkor álljál rá a sámlira, nézzél ki a kukucskán, és meglátod, hogy én vagyok az. Nem állhatok rá a sámlira, anya, azt mondta, mert leesek. Tudtam, hogy akkor valami múltbéli események előrukkoljak, hogy elhiggye, hogy én vagyok. Na és azt szerinted honnan tudnám, hogy múlt héten összepisíltad magad álmodba? Az bárki tudhatja, anya, kiírt a Facebookra. És most egy nagy életeseményemet szeretném megosztani veletek. Nemrégiben elvesztettem a szüzességem. Ez biztos, hogy nem a barátnőm volt. Köszönöm szépen a tapsot, ha bár hosszabb volt, mint maga az aktus. Álmosan, hogy volt, átjött hozzám barátnőm, levetköztünk és vége. Nem. Nem. De benyomtam egy online egy sorozatot, hogy hát legyen valami alapzaj, hát a sikonyálok vagy ilyesmi, még nem csináltam ilyet. Meg hát azért, hogyha végeztünk, akkor ugye rá tudok nézni a részidőmre. Hát végeztünk, ránéztem, még csak bufferelt. Nyáron voltunk nyaralni barátnőmmel és az édesanyjával, és annyit előleg bemondok, hogy az édesanyja azt hiszi azóta, hogy hát szatír vagyok. Mert akkor kaptam meg az új telefonomat, és mindig nyomkodtam. És a barátnőmmel hát veszekedtünk ez miatt, és az anyukája csak kívül, szobán kívülről kapta el a veszekedést. És hát barátnőm kiabált vele, hogy mindig csak nyomkodod, nyomkodod, bárhol vagyunk, csak nyomkodod. És azt mondom, hogy hogy képzeled, hogy anyával egy asztalon állunk, és te meg előveszed, és titokban nyomkodod, meg játszol vele? Hát most akkor egy másik életeseményt is megosztok veletek. Nemrégiben megkértem a barátnőm kezét. Köszönöm szépen a tapsot, de nemet mondott. Ez viszont a barátnőm volt. Hát ez is mesélem, hogy hogy volt. Elmentem ezt a gyűrűt venni. Kérdezi, hogy milyen árban szeretnék. Hát mondom, mit tudom, én nem vagyok egy gazdag gyerek, de azért gyűjtögettem. Hát jó, itt van 20-tól 30 ezerig. Hát nem igazán tetszettek. Hát mondom, azért mehetünk feljebb. Biztos? Biztos. Előveszi 250-től 300 ezerig. Mondom, az előző tálcán volt egy tök jó gyűrű. De tényleg tök jó volt, egy ilyen sima karika alja volt, a tetején meg egy foci labda. Aztán kérdezte, hogy milyen méret. Hát mondom, mit tudom, mint a kis ujjam. Hát akkor próbáljam föl. Fölpróbáltam. Mondom, ez jó lesz, egy ilyen nagyobb, meg öklöző zsírt kérnék. Aztán végül is, hát elmentünk vacsorázni, és megkértem a barátnőm kezét. Mit tudom, most te leszel a barátnőm. Letérdettem, hogy ugye kell, szasza, hozzám jössz, és hogy esetleg az arcán, Jézusom, nem! Én meg csak egy lányos zavaromba, na már! Aztán végül is két pozitívum is volt az estében, az egyik az az, hogy ingyen kajáltunk, mert hát elvileg a többi vendéget zavart az én bömbölésem. A másik pedig az, hogy bejött a karácsony utáni sablonos duma, mondtam, hogy hát mástól pont ugyanilyet kapott. Végezetül, amit el szeretnék mesélni, én dolgoztam egy strandfürdőn úszómesterként, és hát az abból áll, hogy 12 órát ülsz, meg az emberek hülyeségét hallgatod, és egy ilyen öltözőbodega mellett ültem, és egy nő kis sápat arca kicsoszog, ne haragudjon, ne haragudjon, valaki bekakért az öltözőbodegába. Hát mondom, nem haragszom, jó fürdőzést. És hát a rádiót hallgattuk, és egy ilyen hát kívánságműsor volt, azt hiszem így mondják, kívánságműsor. Lementek egy strandra, és egy hölgy kért,
számot, és kérdezték, hogy kinek küldenéd. Hát annak a nagyon cuki szőke, fehér napszemüveges fiúnak, aki nekem nagyon-nagyon tetszik, és szívesen megismerkednék vele. Oké, és még kinek küldenéd? És még a páromnak Tapolcára. Köszönöm szépen a figyelmet.